úton ez a Google azt mondja, menjek keresztül egy temetőn. Hát, de hát most kénytelen leszek, hogyha azt mondja. A kijárat, ahol a Google szerint el kellene hagynom a temetőt, le van lakatolva. Mindenhol csak fal, fal és fal. Végén kértem a Google-tól egy alternatív útvonalat, ami most kivezet engem a temetőből. Elvileg itt az erdőn kell átvágni. Na és kiérve az erdőből, ha minden igaz, már itt a tó. Akkor itt kell lemenni. Természetesen a GPS mutatja nekem, hogy pont a rossz irányba indultam el. Egyébként itt páran már napoznak, de én a hivatalos strandot keresem. Na, mint kiderült, alaposan félreértettem a dolgokat, ugyanis nem itt a partról lehet megközelíteni, hanem egy kicsit kijebbről. Itt a kerítést látjátok. Csodálkoztam is, mert ugye az internetes fórumokon arra panaszkodik mindenki, hogy tömeg van, alig lehet mozdulni, és ehhez képest nem tudtam hova tenni, hogy itt alig pár ember lézenget, és erre az a magyarázat, hogy az ott nem az. De látjátok, érdemes szerencsétlenkednem, mert ti már nem fogjátok elkövetni ugyanezt a hibát. Ez már az lesz, mert itt autók állnak. Hát már megy le a nap, meg részleg is vagyok, hogy a Google azt mondja nekem, hogy 15 percen belül akad egy szauna, ami 10-ig, este 10-ig nyitva van, most este 7 van, úgyhogy megpróbálom. Most egyenesen kell visszafele mennem. Ejha! Hát, ejha! Úgy döntöttem, hogy megnézem itt az Újszászon lévő kastélyt, amiben egyébként már évtizedek óta szociális otthon van. És a Google Maps szépen kibabrált velem, mert azt mondja, hogy itt van, és megmutatom, hogy itt lehet látni. Ezt a kastélyt nem lehet megnézni még kívülről sem, mert sövény növénytakaró védi. A kastélyok.com weboldal egészen más GPS koordinátákat ad meg, elvileg biciklivel az sem több, mint 10 perc. Ha, szóval úgy néz ki, hogy két kastély van itt. Van a pszichiátriai intézmény, ami nyilván még a külső szemlélő számára is elzár, és van ez a másik kastély, a másik porci kastély, ez a szociális otthon, ahova most perceken belül megérkezek. Úgy néz ki, hogy mire visszaérek. Sötétben tekerhetek vissza ezzel a kivilágítás nélküli bringával, de hát így jött ki a lépés. Na és itt is van, innen látom, be nem megyek. A lényeg az, hogy ez is megvolt. Na és itt is van a hamburgi melóhelyem utcája, ahol 2015 novemberében, amikor állásinterjú ügyben itt jártam, akkor természetesen a másik irányba indultam el, és mivel akkor még nem volt GPS-em meg tabletem, pánikban hívtam fel a német tanárnőmet, hogy üljön már oda a géphez, és mondja meg nekem, hogy hol a francba is vagyok, mert eltévedtem, ezért egy 15 percet el is késtem az interjúról. És az első helyszínünk az Albert utca, rendszerváltás előtt Szabados Sándor utca 12, ahol a fűzítői éveket leszámítva az életem első 14 évét töltöttem. És rosszul emlékeztem a házszámra, nem 12, hanem bizony 17. Na most elő kellett egy kicsit vennem a tabletet, mert nem értettem, hogy hogyan jutok át a túloldalra. Itt annak idején volt egy felüljáró, ami már nincs meg, amióta utoljára itt jártam 15 éve, teljesen megváltozott minden. Oké, megvan a felüljáró, helyett egy aluljáró lett, de ezt most nem mutatja meg nekem a Google, akkor rá nem jövök. Tükröm, mondd meg nékem, hogyan jut el innen a keleti balsodi, aki én vagyok. Gyalogoljak át a hídon, és akkor ott a művészetek palotája elől megy egy villamos a keletibe. Érted, berlini vlog, azt tanácsolja nekem a Google Maps, hogy most több kilométert sétáljak itt az erdőbe, jó? Akkor legyen erdei séta. Na hát most már legalább másfél órája sétálok itt az erdőben. Az edzettségemnek egy kicsit jót tesz, jó levegőt szívok, meg mi egymás. Én itt jól érzem magam, mert ez egy szép hely, és jó idő van itt. De hogy nektek pénteken miként lesz ebből vlog epizód, arról fogalmam sincs. Na és hulla fáradtan ugyan, de már is megérkeztem egy újabb tó partjára. Ebben nem hazudott nekem a Google. Megpróbálok most átvágni, lemenni az alsó úthoz. Jaj! El ne taknyoljak. Most vasárnap van, és én mindenképpen azt találtam ki a mai napra magamnak, hogy kipróbálom, hogy az Európa Centerben hogyan néz ki a szauna. Egy labirintus, amiben nehéz tájékozódni, de csak megtalálom előbb-utóbb valahogy. Ez csodálatos. Konkrétan nem találom.
beszarok, minden ki van írva mindenhol, csak az nem. Míg én ezt megfejtem, nem tudom, körbejárom az épületet, vagy fasz tudja. Hol van az a szar? Ilyenkor mi van? Az egyik információs táblán azt láttam, hogy 5.0, tehát valami 5. emelet. Fogalmam sincs, megyek haza és feladom. Sehol nincs kitáblázva, hogy mégis hol a francba van az és merre kell menni. Hol van az a szar? Ilyen nincs. Hát urva nagy felirattal oda van írva, hogy bejárat. De hogy mihez? Na, az információs pultnál lévő úriember annyi felvilágosítással tudott szolgálni, hogy ilyen itt nincs. Na, a Google szerint 100 méterre vagyok tőle, és itt oldalt lesz valahol a bejárat, egy mellékutcából nyílva. Én nem tudom, hogy így van-e, reménykedjünk benne. Agyrév, miért nincs egy kibaszott tábla? Na hát, ide se jövök többet. Na, amire jövök és amit itt meg kellene találnom, az az Asztronómia Hosszú Éjszakája nevű program, ami állítólag ebben a parkban van, és lényegében csillagfigyelésről szól. Hát ez elég érdekes, mert pont ott vagyok, ahol a térkép mutatja, csak hogy épp itt nincs sem. Na, a weblapjukon megtaláltam a pontos információt, itt egy kicsit mászkálnom kell, és ott lesz a végén. Na, jól elbambultam az újságolvasás közben, egy megállóval túljöttem, úgyhogy most mehetek vissza. Azért elég bonyolult hazatalálni, és az a szerencse, hogy tabletten nagyon egyszerű, mert mutatja, hogy mikor, mire kell átszállnom, és mi mikor jön. Enélkül nagyon el lennék veszve. Így este 10-kor már fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Ezért jó, hogy van GPS, mert különben most megbolondulnék. Állítólag itt kell valamire átszállnom, de mire, azt most mindjárt megnézem. Az már gond, hogy nem tudom, hogy hol van az a rész, amit keresek. De hát most vagy megtalálom, vagy nem. Ha nem találom meg, akkor legfeljebb sétáltam egy kicsit. Nem ide akartam jönni. Na, megvan az irány. Ez itt már a vége. Ja, ez az. Ez az. Ez az. Jó, hát akkor. Uha, jött valami vonat. Ez az én vonatom, és most lekéstem. Akkor kurva ideges leszek. Mennyi az idő? Ah, bassza meg. 27, akkor ez az enyém. Bassza meg. Hát ez pont az én vonatom. És pont lekésen. Hát kurva jó. Na mindegy. Mikor így jártam. És most ezt is megfogadtam, hogy ilyen, hogy én itt ragadok, és csak a 1:30-es vonattal tudok elmenni, soha többet nem fordulhat elő. Erre is nagyon fogok mostantól ügyelni. Szeptember elején ez még egyszeri alkalommal elviselhető, de tudom, hogy ha tél lenne, akkor megbolondulnék, mint ahogy egyszer majdnem megbolondultam, amikor ezt télen fordult elő. Hát remélem, azért lassan hazajutok valamikor. A Google azt mondja, hogy innen még egy nagyjából 20 perc, úgyhogy hiszek neki, annak ellenére, hogy fogalmam sincs, hol vagyok. Szia, madárka! Te is itt sétálsz? Én is itt sétálok. Szia! Jó, hát most én vágóképeket készítek, meg nem győzött kivárni. Ugye nem tudjuk, hol vagyunk? Erre van a GPS, de akkor fejtsd meg. Ugye jöttünk a üzéből, Kosova. A Google segít nekünk eljutni. Legalább fél órán belül ott legyünk. Igen, a csomagodik. Jó van. Ahogy úgy irány a főpályaudvar. Mindjárt jövök! Vissza!